Miután beültettük a gényeinket, ugye érdemes belocsolni jó alaposan, ezt áztatásnak szokták nevezni. Az a lényege, hogy jó alaposan megálljon rajta egy ideig a víz. Ha nem látják, hogy megáll, akkor még öthetnek nyugodtan a vizet. Ennek az a funkciója, hogy az esetlegesen kimaradt lyukakban, amit még esetleg lehet ilyen nagyapáig még tudták jeligére, az oltási helyet, ha úgy próbálják forgatni a növényüket ültetéskor, hogy az észak felé álljon, akkor télen ez nagyon sokat segít a szabad gyökerű növényeken, ugyanis az oltási rész egy picit érzékenyebb, és a télen, hogyha nagyon napos helyre kerülnek, hogy a napközben nagyon felmelegszik, éjszakon nagyon lehűlnek, úgyhogy ezt elkerülendő ez az északi irányban néz, akkor ez nagyon jó tesz a növénykének. Beültettük a növényt, hol alakítsuk ki a koronát. Ehhez tudnunk kell, hogy kiből szeretné. Mászófa legyen, legyenek lejjebb ágai, ezek ugye nem kerülnek feljebb. Tehát nem olyan, mint a mesefilmek fája, hogy beültetjük és akkor így nő a fa, hanem ott fönt nő, de ami itt volt, az ott is maradt. Tehát ha nem szeretnének alul mászóágakat, akkor ezeket az ágakat nyugodtan le lehet vágni. Így aztán ugye nem itt fog elkezdődni a fa elágazása, amit most ezt elmetszem, akkor az alatta lévő 4-5 rúgból, ezekből a kis bugorokból, onnan fog erősen kihajtani a növény. Nem szeretnék túl alacsonyra, akkor magasabban meg lehet bontani. Ami még fontos, hogy a rügy állásával párhuzamosan metszünk. Tehát, hogyha arra fele áll a rügy, akkor arra fele metszünk, ha erre fele áll a rügy, akkor erre fele legyen a metszés lapja, akkor nem tud így a nedvesség rácsorogni a rügyekre, ettől is megóvhatjuk. Illetve, hogyha még egyébként metszünk növényeket, akkor ugye amerre a rügyek vannak, arra hajt ki, tehát ha irányítani akarjuk valamerre a növényünket, akkor a legfelsőnél nekem most errefele áll, az arrafele fogja